Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Érettségi. Könnyű volt a középszintű matematika vizsga a diákok szerint. Lakossági fórum. A bevándorlás ellenes politika erősödését várja az uniós választástól Kövér László házelnök. Életveszélyt okozott az eladó. Füstgránát helyett petárdát küldött a vevőnek, felrobbant a kezében. Fejlesztés. 3400 beteget láthatnak el az új orvosi rendelőben Szekszárdon. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A könnyen megoldható feladatsorok között volt az idei középszintű írásbeli matematika érettségi, ezt mondták a diákok és a tanárok is. Az országban több mint 69.200-an írták meg kedden a teszteket. Nagy volt a hangzavar ebben a tanteremben Tolnán, a helyi Szent István Katolikus Gimnáziumban kedden 7:30-kor. Voltak, akik még az utolsó pillanatban is a vizsgára készültek, mások pedig már csak lazítani próbáltak. Úgy gondolom, hogy nekem a matekból kell jót írnom, mert ezen múlik minden, szóval izgulok nagyon már. Az érettségizők kedden is rengeteg édességgel és folyadékkal készültek, és természetesen az otthonról hozott kabalák is előkerültek. Csoki, illetve az innivalennival elmaradhatatlan, és a kis kabala, amit az osztályfőnökünktől kaptunk. Azt is elhoztam, és hát reméljük, hogy segíteni fog. Telefont nincsen kinél, mindenki letette? Nem csak mobiltelefont, például okosórát sem használhattak az érettségizők. Függvénytáblázatot, számológépet, vonalzót, körzőt és szögmérőt viszont igen. Ezeket egyesével ellenőrizték a tanárok Tolnán. Pontban reggel 8 órakor aztán nekiláttak a diákok az idei középszintű matematika feladatsorok megoldásának. A vizsgázókra 3 óra alatt 2 feladatsor várt. Az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrizte. Ezt 45 perc alatt kellett megírni, idén a kérdések a mértani sorozattal, a módusszal és a mediánnal, valamint vektorokkal és százalékszámítással foglalkoztak. Az érettségi második részében aktuális témákra kellett reagálniuk a diákoknak. Szó volt a föld vízkészletéről és az elektromos autókról is. De a témakörök között szerepelt az egyenlőtlenség, a trigonometria, a sík- és térgeometria, gráfok és a valószínűségszámítás. A tanárok és a diákok szerint a vizsga a könnyen teljesíthetőek közé tartozott. Kedden matematikából középszinten országosan 69.233-an írták meg az érettségiüket. A bevándorlás ellenes politika megerősödését várja az európai parlamenti választásoktól Kövér László. Az országgyűlés elnöke Pakson tartott lakossági fórumot. Ami korábban szinte érdektelenségbe fulladt egy-egy európai parlamenti választás a tagországokban, most fordulni látszik a helyzet. Ez pedig azért történhet így, mert az európai politika hatásait már a saját bőrükön érzik az emberek, mondta Kövér László, a parlament elnöke. Az, hogy Brüsszel elhibázott bevándorlás politikája, az milyen következményekkel járt azokra az országokra, ahol a tömeges illegális migráció növelte a bűnözést, ezen belül kifejezetten a nők elleni erőszakot, vagy emlékezzünk meg arról a több mint 300 emberről, aki terrorcselekmények következtében halt meg. A téma fontosságát mutatja, hogy az Euróbarométer felmérése szerint az Unió legtöbb tagállamában vagy a migrációt, vagy a terrorizmust tartják az EU legfontosabb kérdésének. Kövér László utalt arra is, hogy a gazdasági migráció elősegítése 21. századi gyarmatosításnak is nevezhető, miután a gazdag nyugat elszívja a szegényebb országokból a képzett embereket. Korábban ez történt Kelet-Közép-Európában is, csak Bulgária lakossága 20 év alatt 10-ről 8 millió óra csökkent. 25 millió kelet-közép-európai ember vándorolt nyugatra, akiknek a képzése az anyaországokban együttvéve elérte az 1000 milliárd eurót Kövér László szerint. Ők a tehetségükkel és munkájukkal ma a nyugat-európai országokat gazdagítják. A bevándorlás ellenes politikusok száma ugyanakkor nő Európában. Az országgyűlés elnöke átütő sikerre és mindent elsöprő győzelemre összeurópai szinten mégsem számít. Azt látom reálisnak, hogy a migrációt ellenző politikai erők, nevezzék őket akárminek is, azok a mostani helyzethez képest jelentősebb súlyt fognak elérni az Európai Parlamentben, mint eddig. Adott esetben ez a súly az
lehet akkor is, hogy gyakorlatilag a mérleg nyelvét tölthetik be ezek a politikai erők. Süli János miniszter, Paks térségének országgyűlési képviselője úgy látja, a választó körzetében is mindenkit érdekel a migráns téma, de az atomerőmű ügyét is akkor tudnák még hatékonyabban képviselni, ha a lehető legtöbb képviselőt küldenék az Európai Parlamentbe. Azért kéne nagy részvételi arány most, viszonylag küszöbértéke, ha ellenzékből minél kevesebben tudnák átlépni ezt a küszöböt, akkor mi jobb hatékonysággal, több Fidesz-KDNP képviselővel minden kérdést hatékonyabban tudnánk képviselni. Az európai parlamenti választást május 26-án tartják Magyarországon. Súlyos kézsérüléseket szenvedett egy felrobbant petárda miatt egy tolnai fotós. A férfi az interneten rendelt kézben tartható füstgránátokat, csak hogy az eladó egy veszélyes, nagy teljesítményű petárdát is beletett a dobozba, ez viszont nem szerepelt a számlán és használati utasítás sem volt hozzá. A fotós ezért észre sem vette a robbanó eszközt, és ugyanúgy a kezében tartotta, miután meggyújtotta, mint egy egészségre ártalmatlan füstgránátot. A férfi a baleset óta hiába próbálja elérni a szállító céget, nem állnak vele szóba, pedig lehet, hogy a keze örökre béna marad, most pert fontolgat. Nem sokkal a baleset után a kórházban készült ez a kép, még torzítva is látszik, hogy a fotósnak szinte az egész kézfeje vérben tocsogott. Ezt a képet percekkel a baleset előtt készítették, a később sérült férfi egy füstgránátot tart a kezében. Ez az ártalmatlan eszköz nem robban, csak színes gázt enged ki magából, ezért akár kézben is lehet tartani. Külsőre szinte ugyanúgy néz ki, mint az a petárda, ami kis hián leszakította Nádasdy Martin ujjait. Ugyanilyen csomag érkezett, teljesen kívülről, teljesen minden ugyanilyen volt. Martin az interneten Szlovákiából rendelte a füstgránátokat, amik mellé mindenféle jelzés nélkül a feladó cég ajándékba adta a balesetet okozó petárdát. A tétel a számlán sem szerepelt, és külön használati utasítás sem járt mellé. Ezért nem tűnt fel a férfinak, hogy amit meggyújt, az egy veszélyes robbanószer. Annyit éreztem, hogy elkezd bizseregni a kezem, melegség tölti el, folyik valami rajta, mint nem tudom, mintha vizet folyatnának rá. Akkor lenéztem, akkor látom, hogy így a vér így megy végig, csöpög. A sérült fotós és a barátja, akivel együtt rendelték az eszközöket, azóta folyamatosan próbálják elérni az eladó céget. Ott jártunk, ahol senki nem vette fel a robbanószert küldő cégnél a telefont. Korábban viszont a két fotós elérte az egyik ügyintézőt, ám nem kaptak választ a kérdéseikre. Arról nem adott információt, hogy miért nincs ez, miért nem szerepel a számlán, és hogy miért nem kaptunk hozzá használati utasítást, amit a törvény szerint kötelező lett volna belerakni azután, hogy kibont egy 20 csomagos ilyen szettet, és abból egy darabot ad nekünk oda. A sérült fotós azóta nem tudja mozgatni az ujjait, pedig az egyetemen fotográfiát tanul, és szüksége lenne a kezére a gyakorlati vizsgák megszerzéséhez, ezért most pert fontolgat. Élelmiszert, alkoholos italokat, továbbá egy pókerkészletet is elloptak azok a tolvajok, akik április 14-e és 18-a között törtek be egy szakályi férfi présházába. Az esetről maga a tulajdonos tett bejelentést ismeretlen tettesek ellen. Az eljárás során a rendőrök rövid időn belül azonosították az elkövetőket, két helyi férfit, majd az egyiküknél tartott házkutatás során az ellopott értékek nagy része is előkerült. Újabb felújított háziorvosi rendelőt adtak át Szekszárdon. A második és negyedik háziorvosi körzet költözött vissza a Kölcsei lakótelepi rendelőbe. Az átadáson részt vett Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, aki kiemelte, fontos, hogy az orvosok jó környezetben gyógyíthassák a betegeket. Már folyik a betegek ellátása Szekszárdon, a Kölcsei lakótelepi háziorvosi rendelőben. Az elmúlt két évben a városban már a negyedik orvosi rendelő felújítását valósították meg a terület és településfejlesztési operatív program keretében. A Kandó Kálmán utcai, Mikes utcai és a Vigantéri orvosi rendelő átadása után a Kölcsei lakótelepi rendelő átadásán Ács Rezső, Szekszárd polgármestere kiemelte, céljuk az egészségügyi ellátás infrastruktúrájának növelése. Célunk az, hogy az alapegészségügyi ellátás feltételrendszerét, infrastruktúráját jelentős mértékben javítsuk itt Szekszárdon. Ez két okból fontos. Az egyik az, hogy a betegek jobb körülmények között kapják meg az ellátást, a másik pedig azért is fontos, hogy az itt dolgozók
jól érezzék magukat a munkaidőben, és a munkakörülményeik megfelelőek legyenek számukra. Ezzel talán elérjük azt, hogy a ma még helyettesítésre betöltött körzetek újra feltöltésre kerülnek. A Kölcsei lakótelepi háziorvosi rendelőben praktizáló orvosok azt mondták, az új rendelőben a szebb környezet, az akadálymentesítés és a beltéri fejlesztések nagy mértékben megkönnyítik a betegek ellátását. Nagy mértékben megkönnyíti a munkánkat, időtakarékosságot eredményez, és komfortosabb körülmények javítják a közérzetünket is, a betegeknek a közérzetét. A rendelőt 27 millió forintból újította fel Szekszárd önkormányzata. Ács Rezső kiemelte, az új orvosi rendelőknek köszönhetően már két fiatal orvos nyitott praxist Szekszárdon. Út- és közmű felújítás kezdődik májusban Pakson, a lakótelep egyik frekventált területén. A mintegy 285 millió forint értékű fejlesztés során 300 méter hosszan két irányú kerékpárút is épül az atomerőmű SS sport létesítményei környékén. Pecsét és aláírás került a szerződésre, mely a lakótelep egyik legforgalmasabb utcakaszának a rekonstrukcióját foglalja magába Pakson. Megújul a Gesztenyés utca és a Kandó-Kálmán utca, az Ases sportcsarnok és a Kurcsatov utca közötti szakaszán faltól falig, és kétirányú kerékpárút is épül ezen szakaszon, mintegy 300 méter hosszan. Most még kátyúk sokasága okoz bosszúságot, de nyáron új aszfalt burkolat kerül az útra, a járdát térkövezik és megújulnak a parkolók, melyek számát megtartják. A város egyik legnagyobb átmérő ivóvízgerince felújításra kerül. A projekt egy része távhővezeték megújítás, meg egy nagyon minimális elektromos közműkiváltás fog történni. Május közepén kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, melynek várható befejezése szeptember 20-a. Ez időtájt két nagyobb rendezvény lesz a környéken, a gyermeknap és az atomfutás, melyeket nem fog zavarni a felújítás, mondja a polgármester. Nagyon sokan használják ezt az útvonalat egyrészt ugye az atomerőmű megközelítésére, másrészt ugye az autópályára való felhajtása, vagy akár a hatos útnak a használatára, így arra kérem a lakosságot, hogy viseljük türelemmel. A beruházás közel nettó 285 millió forintjába kerül a paksi önkormányzatnak. Az alig 200 lelket számláló kaposmenti kistelepülésről, Lápafőről kevesen tudják, hogy ott vesztette életét Sobri Jóska, az egyik legismertebb magyar betyár. A település most kopjafát állít a kutatások szerinti halála helyére, az újonnan bekerített temető oldalába, ahová most új út is épült. A szomszédos Várongon is megújult a település egyik legfontosabb útja. Így végezte a hírhet Sobri Jóska a lápafői temető oldalában. A Sobri kultusz őrzésének jegyében a lápafőiek most emlékoszlopot emeltek a hírhet betyárnak. Idáig is megvolt ez az érdeklődés, csak nem tudtuk bemutatni, hogy tulajdonképpen hol van a sírhelye. Most ez is megtörténik. Az emlékhelyhez vezető temetői utcát is sikerült a belügyminisztérium forrásából felújítani. Az idei évben sikerült megoldanunk, hogy bekerítsük a két temetőnket, mert addig nem volt, és a temetőhöz felvezető út annyira leromlott állapotban volt, hogy szinte járhatatlan. Többször nekifutottunk, amire eljutottunk odáig, hogy pályázat útján sikerült annyi összeget nyernünk, hogy ezt az útszakaszt fel tudjuk újítani. A beruházás költsége megközelítette a 18 millió forintot, melyhez 3 millió forintos önerőt biztosított a falu költségvetése. A szomszédos Várongon is befejezték a kistelepülés egyik legforgalmasabb utcájának rekonstrukcióját. Brunner Dezső polgármester azt mondta, évek óta próbáltak forrásokat nyerni, sikertelenül. 20 millió forintból 13 milliót fizetett az állam, és 7 milliót fizetett a Várongi önkormányzat, de így is nagyon örülünk, hogy elkészít, mert tényleg jó minőségben megvalósít, és ez egy nagy boldogsága nekem is, meg a falu lakóinak, meg a képviselőtestületnek. Az útépítéssel párhuzamosan a vízelvezetés problémájára is megoldást találtak Várongon. Regionális híreink következnek. Idős otthont építenek Hirden, 850 millióval támogatja a kormány a reformátusok beruházását.
falfestéssel, játékokkal segítenek, önkéntesek alakítják át a pécsi gyermekklinikát. Somogyváról indult útjára a virágkocsi, a magyarság összetartozását hirdeti a zarándoklat. Szombaton tették le az alapkövét annak az idős otthonnak, amely Pécs hírden épül meg. A 60 főt befogadni képes épület együttes a tervek szerint egy év múlva készül el. A baranyai reformátusok első ilyen jellegű intézménye épülhet meg Pécs hírden 850 millió forintos kormányzati támogatással. Ez a Pécs hírdre megálmodott idősek otthonának látványterve. A református egyháznak Baranyában nem működik ilyen intézménye. Ez lesz az első ilyen jellegű létesítmény. Jelenleg így néz ki a beruházás, ahol Szombaton történt meg az alapkőletétel. Az idős otthon megépítését a kormány támogatja anyagilag. 850 millió forintos visszanemtérítendő állami támogatás érkezett, amivel most már az alapok el is készültek, és most elkezd kinőni majd az épület, és reméljük, hogy egy esztendő múlva itt a mi parlamenti körzetünkben, ebben a csodálatos napfényes és madárcsicsergős telken már egy 60 főbefogadása alkalmas, 80 fős főzőkonyhával rendelkező, melegítő lehetőségeket magában foglaló orvosi szobát, fodrász üzletet és gyógykezelésekre, masszázskezelésekre alkalmas helyiséget is magába foglaló apartmanrendszerű, emelt szintű idős otthon létrejöttét ez a 850 milliós forrás lehetővé fogja tenni. A képviselő hozzátette, a tervezés már 3 évvel ezelőtt történt, és az akkori árakhoz igazították az értékbecslést. Az építőipari árak emelkedése miatt most úgy látják, a keret a tető alá hozatalra, a szerkezetkész állapotra lesz elég. Bíznak abban, hogy további forráskiegészítésre számíthatnak, információink szerint még 500 millió forinttal számolnak. Készül az a falfestés a pécsi gyermekklinikán, amellyel önkéntesek próbálják kellemesebbé tenni a kisbetegek bent tartózkodását. Az akcióban 10 cég vesz részt, köztük a Lafarge cementgyár, akiknek dolgozói önkéntes munkában vállalták a falak megrajzolását, színezését. A tervek szerint május végén készülhet el a mű, amihez természetesen játékokat is kapnak a gyerekek a felajánlásokból. Önkéntesek festették a pécsi gyermekklinika ambulanciájának folyosóját hétvégén. Ez a rókás, vadmalacos kép kerül majd ki a falra ezen a részen, csak nagyobb méretben. A festésben a Lafarge cementgyár dolgozói is részt vettek, nem első alkalommal. Korábban ugye csak az önkéntes programmal járultunk hozzá ezekhez a kezdeményezésekhez, most viszont ugye anyagi hozzájárulást is adtunk ez a projekthez, hiszen ugye itt az interaktivitásnak a megteremtéséhez nyilván egy anyagi forrás is szükséges volt, nem csak az önkéntes munka. 2 hétvégét töltnek itt a kollégáink, tehát a mostani hétvégén is vagyunk itt egy 6-an, illetve a következő hétvégén is lesznek majd 6-an kollégák, akik az egész napot itt töltik. A Nevetni Kék Alapítvány az ötlet gazdája, akik másként is segítenek a beteg gyermekeknek az ambulancián. Önkéntesekkel bejövünk a gyerekekhez játszani és foglalkozásokat tartani. Egy időben működött az ambulancián is programunk, viszont ezt meg kellett szüntetnünk, mert hogy sokkal több fekvő beteg osztályra hívtak, mint a kezdetekben, és hogy inkább arra kell összpontosítanunk. Úgyhogy kerestünk egy olyan megoldást az ambulanciára, amivel mégis tudjuk oldani a várakozás feszültségeit. Úgyhogy egyrészt ki fogjuk festeni, másrészt viszont játékokat fogunk felszerelni, amit szintén az önkéntesek festenek ki, és ezáltal lesz interaktív az egész, hogy le tudják kötni magukat. Helyi vállalatokat, köztük a cementgyárat keresték meg az alapítvány munkatársai, hogy anyagilag és önkéntes munkájukkal segítsék a beteg gyerekek gyógyulását. 10 cég támogatja a falfestést és önkéntes munkával segíti a 24 méteres fal kifestését, összesen 250 önkéntessel. A munkálatokat május végén fejezik be az alapítvány tervei szerint. Somogyváról indult útjára az a virágkocsi, amely Debrecenben, majd Nagyvárad érintésével a pápa látogatás idejére Csíkszeredára érkezik. A több száz virágból készült és Szent László király legendáját bemutató kompozíció a jövő évi Szent László zarándok út előfutára. A cél a vallási hagyományok ápolása mellett a magyarság összetartozásának erősítése. Meg is tett sok.
Egymás után érkeztek a hívek, hogy megérintsék és megcsókolják Szent László királyunk ereklyéjét Somogyváron. Nekem, mint katolikus embernek ez az arándoklat nagyon fontos, mert Szent László az egyik, a családunk egyik védőszentje, és hát eleve Szent László egy nagy király, egy végtelenül nagy közbenjáró, azon felül, hogy Magyarországnak egyik legnagyobb királya Szent István után, úgy érzem, hogy közbenjárója a családunknak. És hát Somogyváron életünkben először vagyunk itt a gyermekemmel is, a férjemmel. Vasárnap Somogyváról indult útjára a Szent László legendáját szimbolizáló virágkocsi, amely Debrecen és Nagyvárad érintésével a pápa látogatás idején érkezik Csíksomjóra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére, ötletére az intézményesített Szent László zarándokút előkészítéseként Debrecen felvállalta azt a szerepet, hogy ebben az évben Szent László királyunk szobrával, ami egyébként a virágkarneválon is be fog mutatkozni. Ezzel a kompozícióval egy 4 állomásos zarándokútra indulunk el. A virágkocsit több százezer virágból készítette egy debreceni művész. A monumentális alkotás elkészítésére mindössze 1 hónap állt rendelkezésre. A kompozíció a lovak király egyik legendáját eleveníti fel, amely a jó és a rossz küzdelmét szimbolizálja. Nem volt kérdés, hogy ezt a legendát kell választani a kunvitézzel történt harcot, mert ez egy képlet. Ez már ott van a szkíta övcsatokon is, hogyha megnézzük az Ermitázs anyagát. Nem véletlenül a nemzeti emlékhelynek nyilvánított Somogyvár Kupavárról indult útjára a virágkocsi, hiszen Szent László itt alapított bencés apátságot, amely jelentős egyházi központként működött a 12. században. Elkezdődtek a zsűrizések Kárászon, ahol azokat a pálinkákat, párlatokat értékelték, amelyek a településen meghirdetett versenyre érkeztek. Május 18-án már a 9. alkalommal rendezik meg a kárászi pálinka és párlatversenyt, valamint a hozzá kapcsolódó fesztivált. A szervezők a bírálók segítségével a napokban választják ki a beküldött mintákból a legjobbakat. Ezeket a fesztiválra látogatók megkóstolhatják majd május 18-án. Pálinkákat és párlatokat zsűriznek a kárászi faluházban szombat délelőtt. Már a fesztiválra készül a település, ahová az egész országból érkeztek minták a versenyre, összesen 293. A Pálinka Nemzeti Tanács a kárászi pálinka és párlatversenyt a regionális versenynek minősítette. Ez azt jelenti, hogy akik itt minősítik a pálinkákat, az országos pálinkaverseny a bíráló bizottságába bekerüléséhez 20 pontot kapnak. De azt jelenti, ez megtiszteltés egyébként már bírálónak is ide kerülni. Itt, aki itt van, mindenki az országos szakértő listán szerepel. Ebből is látszik, hogy mekkora rangra tett szert a kárászi pálinka és párlatverseny hazánkban. Ennek megfelelően különleges gyümölcsökből, zöldségekből készült szeszes italokat küldtek be. Megjelent a josta párlat, megjelent a füge több esetben. Nagyon szép az egyéb párlatoknak a felhozatala is. Készítettek különböző zöldségekből párlatokat, különböző liköröket készítettek, és ezt itt a versenyben mutatják. Tényleg különlegesek vannak, még berkenye is került ide. A josta, a fekete ribizlés, az egres közötti faj, kevesen ismerik még. Azonban a belőle készült italt hamarosan megkóstolhatják az érdeklődők Kárászon. A fesztivál az május 18-án lesz, délután délbe fog kezdődni, egy falusétával, falukörsétával. Kárász nevezetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek egy vezető segítségével. Aztán 2 órától az eredményhirdetés lesz, ez 4 óráig körülbelül el fog tartani, sőt órától lesznek már a koncertek. A Domovári Fúvorzenekar fogja nyitni a sort, aztán a Jóa Népi Zenekar, Dániel Frigergő és az Utazó, Kompakt Diszkó lesz a sztár vendég. Este pedig utcabállal zárul az esemény. Napközben pedig minden vendég megkóstolhatja a verseny aranyérmes pálinkáit, párlatait május 18-án. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Érettségi, könnyű volt a középszintű matematika vizsga a diákok szerint. Lakossági fórum, a bevándorlás ellenes politika erősödését várja az uniós választástól Kövér László házelnök. Életveszélyt okozott az eladó, füstgránát helyett petárdát küldött a vevőnek, felrobbant a kezében.
Fejlesztés: 3400 beteget láthatnak el az új orvosi rendelőben Szekszárdon. Torna megyében szerdán élénkülő déli szél támadhat fel, a széllel viszont melegedés érkezik. Napos időben az évszakos átlag körüli délutáni hőmérsékletre van kilátás, délután kisebb gomoly felhősödés zavarhatja meg a napsütést, csapadék nem várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!